elmúlt hetekben már többet ígérgettem, hogy gyakorlatilag végig próbálgatjuk a Renault kombi kínálatát. Ugye egyszerre mutatkozott be a Clio kombi, a Megane kombi és a Talisman kombi. Amely autó egyébként ugye a normál kivitelében már elég rég járt nálunk, de azt kell mondom, hogy nagyon dicsértük. Ugye ez az európai D-szegmensbe belőtt Renault modell, igazából szerintem ebben a szegmensben nagyon régen voltak ők, csak sikeresek, ha egyáltalán sikerenek lehet azt nevezni. Nem is olyan régen vezettem egy bemutatón egy Kia Optima kombit, ott is ugye megjelent a kínálatban a kombi, és nagyon hasonló érzéseim voltak. Az is egy kifinomult autó, kellemes rugózással, hatalmas belső térrel, nagyon nagy csomagtartóval, és mégis egy szép formával, és azt gondolom, hogy az első dolog, amire a reakció volt erre az autóra bárki, aki meglátta azt, hogy milyen jó, szép formája van. És igazából ez a kombi kialakítás inkább javított rajta, mint hogy rontott volna. Bemutatkozott egy olyan kombi, ami igazából szép és vonzó. Sose vonzottam én jól magam a kombi autókért, de egyre több olyan van, amivel meg tudnék barátkozni. És bár ez nem egy sportos modell, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút megnyerő a külseje, még számomra is megnyerő. És ha az ember kényelmes autót akar, akkor elég jó helyen keresgél. Már a Megane-t is nagyon sokat dicsértem ilyen szempontból. Gyakorlatilag a Talisman tényleg egy nagyon kellemes autó, Megane-szerű anyag és összeszerelési minőséggel, ugyanazzal a tabletes megoldással, és ez, amiben most ülünk, egy iniciál Paris felszereltség, az azt jelenti, hogy a csúcsok csúcsa, rengeteg nagyon fontos extra van, ami alapáron benne van, többek között a 13 hangszoros Bose Hi-Fi is, ami tényleg jól is szól. Ebbe is lehet minden őrültséget változtatni, tényleg már a rugózás is tényleg változtatható benne, nem csak egy gomb, ami nem csinál semmit. Tehát rengeteg dolog van, ami változtatható, gyönyörű kerekei vannak, ez külön azért nekem feltűnt. És összességében egy 572 literes csomagtartó, ugye, ami a legfontosabb talán egy kombi esetében. Ez nem a legnagyobb, tehát nem estem tőle hanyat, de azt gondolom, hogy pont egy olyan méret, amihez az autóhoz kellemes, és hát ugye lehet bővíteni, és akkor már bizony egy ilyen 1700 liter körüli csomagtér, vagy raktér inkább, mert akkor ugye már nincsen hátsó üléssor érhető el, ami egy nagyon jó dolog. De ami még jobb talán az, hogy szélességében is szélesebb, nagyon kényelmesek ezek a komfortülések, ami szintén ezzel a csomaggal elérhető. Az egész autó nagyon kényelmes, csöndes, kellemesen rugózik, magam mögött is hisz, nagyon nagy a tér. Természetesen ennek van ára is, még egy egyszerűbben felszerelt Talismánt azért lehet nyomval olcsóban is kapni. Mondjuk ki, az az autó így, hogy van 11,4 millió forint, plusz egy-két feláros extrát még lehet bele választani. Nem kevés pénz, de azt gondolom, hogy egy ilyen felszereltség és ekkora méretű autótól már ez nem is egy ilyen kiugróan magas adat. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy a Renault mostanában nagyon-nagyon lerakta újra a névjegyét ezekben a kategóriákban. A Clio is egy jó autó, a Megane nagyon jó autó, az Astrával szemben, meg főleg ugye nagyon jó minősítést kapott tőlünk is. És hát ez a Talisman pedig ebbe a igen nehéz, inkább céges ügyfelek által kedvelt kategóriába egy jó autó tényleg, és én bárkinek merném ajánlani, bárkinek merném azt mondani, hogy próbálja ki, menjen vele, nem hiszem, hogy csalódni fog. Talán egy picit a motor kínálata egy kicsit szegényes, ezt lehet így mondani, de elég erős idézőjelbe, hiszen ez a 200 lovas 1.6-os turbomotor a plafon, miközben van 110 lovas motor is hozzá. Talán ilyen téren még azért vannak kicsi hiányérzeteim, az 1.6-os dízellel 130 és 160 lóerővel céges ügyfélnek azért jobban ajánlanám, mint ezzel a benzinessel, de ettől se szabad megijedni, ezzel is 7,5-től 9,5 literes fogyasztásig bármit lehet, most pont 8,2-n áll az átlag, úgyhogy szerintem egy teljesen elviselhető érték, és a dinamizmusa pedig nagyon jó, a kombi kivitel 7,9 vagy 100-os, 2,30 a végsebesség, de ez most szerintem teljesen mindegy is. Talán egyetlen fontos adat még, hogy ha minden igaz 300 000 forinttal drágább a kombi kivitel, mint a sima, szerintem ez is egy teljesen értelmezhető árkülönbözete, indokolható. Úgyhogy minden tekintetben a Talisman nem okozott csalódást, sőt, bár a sportautókat szeretem, de valahogy ezzel most szerettem járni, és jól esett, hogy végre egy hetet eltöltöttem egy ilyen autóban is.